Az angyalföldi vadrúzsa tánc együttes évek óta fontosnak tartja a környező országok tánckultúrájának megismerését, megtanulását és számos, egész estés műsorában meg is mutatja ezeket egy önálló koreográfia képében. Ezzel az arcpoétikával fejleszti a táncosok technikai repertoáriát, és a Kárpát-medencei magyar táncot egy szélesebb perspektívába tudja helyezni, értelmezni és értékelni. Az idei évben a lengyel Gorál táncot fogja górcső alá a csapat, és ahogy ezt az együttestől az elmúlt években már megszokhattuk, rendhagyó formában tárja ezt a közönség elé itt, a fesztivál színpadán. A művészeti vezetők már jó néhány éve munkálkodnak azon, hogy az autentikus néptánc mozdulatokból miképp lehet egy olyan sajátos és újszerű mozgásnyelvet kialakítani, ami nem csak az alkotókat, de a Kárpát-medence összességét is jól jellemzi. Ezen mozdulattár bővítésére a koráltánc tökéletesen alkalmasnak bizonyult, hiszen legalább olyan sok ikonikus mozdulattal rendelkezik, mint a mi magyar verbum táncunk. A koreográfusok gondolata az alkotó folyamat alatt a tánc ereje, harmóniája, szimbolikája körül kerültek. A mostani bemutatkozás azt a feladatot tűzte ki célul, hogy az autentikus mozgás, zene, ének és az abból kialakított zenei és mozgás invenciók hogyan tudnak egymással harmóniában egy egységet képezve ízelítőt adni ebből az izgalmas testvérkultúrából. A zenei inspirációk az autentikus gorál dallamokból adódtak. A végső zenei matéria a Szagyva bandával, valamint Gera Gáborral való közös alkotó folyamat mentén alakult ki. Goránszki Echo, egy autentikus szikárvilág színházi megfogalmazása. Koreográfusok Fundák Kristóf, Fundák Kaszajúdi. Zeneszerző Gera Gábor. Zenei szerkesztő Boda Gellért, Fundák Kristóf, Fundák Kaszajúdi. Zenészek Boda Gellért, Király Miklós, Szabó András, Tóth Sebestyén, Boda Márta, Szabóné Csonka Fruzsina. A művészeti vezetők köszönetet mondanak a táncosoknak odaadó munkájukért, nyitottságukért és eltökéltségükért.